Köszöntöm a kedves nézőket! Én Szabolcs Gaming vagyok, és ebben a mai videómban ismételten itt vagyunk egy retro androidos játékkal, amely úgy megjelent PC-re is, úgyhogy ez végre nem egy android exkluzív játék. Ez nem más, mint az Open TTD. Nem egy mai játék, ugyanis ha jól tudom, már több mint 15-20 éves játék, a Transport Tycoon-nak az utódja, amelyben, hát egy hálózatot kell kiépíteni, közlekedési hálózatot, különböző városokat kell majd összekötni, vasúti, vízi, légi, illetve közúton. Úgyhogy jó szórakozást kívánok mindenkinek! Kezdjük is el a játékot. Új játéknál itt vannak a világ adatai. Térkép méret az a 256x256-os. Térkép generátor Terra Genesis. Négyfajta pálya lehetséges. Vagy havas, sivatagos, akkor egy ilyen folyós pálya, illetve egy ilyen normál mérsékelt égövi táj. Legyen ez tereptípus, az legyen egy sík, változatosság az ne legyen, simaság nagyon sima, folyók közepes, térkép határja az legyen véletlenszerű, és be lehet állítani, hogy melyik év legyen a kezdő év, legyen mondjuk 1950, magyar városnevek, sok várossűrűség, legyen kevés gazdasági épület, és tengerszint nagyon alacsony. Generáljuk is le a világot, És akkor már itt is vagyunk, 1950. január 2-án. Nyomjunk is egyből egy szünetet, és akkor kezdjük is el. 50 városunk van, és akkor ezeket kellene valahogy összekötni. Valószínűleg valami gazdasági útvonalat kellene kitalálni. Na, hát az van, emberek, hogy olyan kevés gazdasági épület van, hogy nem igazán tudunk gazdasági útvonalat létrehozni, hogy kezdjük el akkor a tömegközlekedés megcsinálni. Ki is válaszunk egy település, legyen tápiókak, nem így hívjuk, valami rendes neve legyen, legyen mondjuk tápió szere, város, 2404 lakos, és akkor tudunk létrehozni vasutat, utat, vízi utat, illetve légi utat. Legyen először út építve, Verakjuk gyorsan az autóbuszgarást ide a város szélére. Jó. És akkor buszmegállót le kell tenni. Áthaladó buszmegálló, és mutassa a lefedettséget. Mondjuk, ha ide rakjunk, akkor látszik, hogy ezt a részt szépen lefedi. De mondjuk rakunk még egyet ide a külső város részbe. Hát mondjuk rakjunk egyet ide, tápiószele központ néven, és akkor kössük is össze, a szomszédos, hát jelenleg még alsó bakonyfa községgel, mondjuk átírjuk sárpilisre, és akkor itt összekötjük, várjátok, itt van a busz megálló, akkor ezt az utat fogjuk itt összekötni, csak itt van egy olajkút, erre figyelni kell, és akkor ezt az olajkutat majd valahogy itt ki kell kerülni, mondjuk ebbe az irányba, úgy, és akkor úgy raktam az utat, hogy majd oda tudunk terrautó állomást is lerakni, és akkor tessék, itt van a is, ide is rakunk le buszmegállót, megállót, hogy látom, kettő kell, egy buszmegálló, és két buszmegálló, ezt meg összekötjük, hogy a buszok gyorsan tudjanak majd fordulni. Igen, nagyon is jó. És akkor itt van még császárvölgy egy háza, ezt is szépen átírjuk, legyen mondjuk ez szaba, szabad szállás. És akkor ezt pedig így fogjuk majd bekötni. Mondom így, itt lesz egy ilyen elágazás, és akkor szabad szállás az kisváros, neki elég egyetlen egy busz megálló, Úgyhogy itt van ez a három település. És akkor indítsuk is el a buszjáratot. Egész olcsón kijöttünk az útépítésből. Azt mondja, hogy veszünk is busz. Hát egyelőre még csak MPS királyi buszunk van, úgyhogy ebből veszünk három darabot. Na már most. Akkor be kell állítani a menetrendjét ezeknek a buszoknak a utasítási listában. Azt mondja, kezdjük az egyes busznak a menetrendjével, amely tápiószele központból fog menni. Azt mondja, új cél. Na, mondom, új cél. Tápiószele, igen, akkor szeléről átmegy szabadszállásra, azt mondom szabadszállásra, aztán pedig sárpír is. Sárpilis központ, jó, ne értke, kevés az utasítás, és akkor utána megy egy lúpjáratot, Tehát sárpilis, szabadszállás, és végül szele, mert a központot azt tudja, hogy az az utolsó megállási pont, azt mondja a menetrend, és már mehet is. És akkor egy busz már el is indult szépen. Látjátok, ilyen kék buszunk van. Mondjuk a kettes busznak legyen egy kicsit más a menetrendje, az mondjuk csak megállt tápiószelén. és akkor az a busz csak szabadszállásra megy, ezt is elindítjuk, és a hármas busz az pedig csak úgy mennyi, hogy tápió szere központ, tápió szere, és akkor ő pedig csak sárpirisre fog menni. Tehát sárpiris központ, Sárpirés, és akkor már ez is mehet. Na hát emberek, körülbelül volt három perc, mire beállítottuk a buszokat. Na de, itt van egy olajkút. És itt nagyon jól lehet látni a láncolatot. Olajkutat olajfinomító fogad el, úgyhogy kéne keresni egy olajfinomítót. Hát ha van itt a közelben. Tötött. Nem igazán van? Olajfinomító itt a közelben. Tehát ebben mi is le tudunk rakni valami gazdasági épületet. Ja, ja igen, 270 millió, közben itt a lakosság ünnepel, mindenhol első busz érkezi, és már növekszik is a városunk. Megállóknál megnézhetjük, a hány utas van és a vélemények. Nagyon jó a havi kínálat és a helyi minősítés. Na te ez viszont kell még busz, úgyhogy veszünk még kettőt. Hogyha már ennyi utas van, ez, ez a busz hogy menjen? Ez menjen szabadszállásra. Ez a busz pedig egy ilyen mindenes járat legyen, de csak tápió szeléről induljon. Szabadszállás és sárpilis, és akkor ez így forog. Úgy menetrend, és akkor... Nem indítottam még el a négyes busz, de már mehet. Már mehet. Megy szépen a vállalkozás. Na, azt mondja, itt is van éjszakon egy településünk, Vámos Kak. Ilyen kak, kaka szinte. Legyen Vámos Mikola. Magyar nevek. Úgy, és akkor ezt is össze fogjuk kötni úttal, méghozzá. Innen a széléről húzunk egy utat. Nagyon jó, és akkor ezt így össze is kötjük tápió szelével, és akkor rakunk ide is le buszmegállót. Hát, ide is igazából kettő kell, mert ez, ez fedi le, ez pedig ezt, és akkor igen, meg is csinálta ott az utcát, Vámos Mikola és Vámos Mikola központ, úgyhogy már veszünk is oda egy darab buszt, amely Tápió és Vámos Mikolát összeköti, és akkor hogy megy a ja, Miko Mikola és Mikola központ, és akkor már ez is megy szépen. Ennyi, tehát ilyen könnyen egy társaságot létre lehet hozni, lehet létrehozni vasutat is, Hozunk létre akkor vasutat is már. Na most állomás az ilyen kétszer négyvágányos legyen. Mondjuk ide lerakjuk, itt talán még ilyen a talaj. Tápió dél néven. Kell egy fűtőház, azt lerakjuk ide. Azt mondja, egy vágány, két vágány, és ez direkt most azért rakom így, hogy majd tudjak jelzőket lerakni, mert az nagyon fontos egy modern vasútnál hogy legyen jel, legyenek alakjelzők, azt mondja, hogy ide rakunk szépen két kiárati jelzőt, ez a vasútvonal, hát pedig sárpilisre menjen, ahol majd csak egy megálló hely lesz, mert állomásra, ahogy látom, nincs igazán hely. Csak hogy azt is hova fogjuk rakni, az nagyon jó kérdés, itt, mert van ez a drágalátos olajkút, megoldjuk, megoldjuk. Na, először építsünk meg a vonalat. Kicsit bezúmolok. Azt mondja, hogy igen. Így megy a vasút. Leraktam a két kiárati jelzőt. Oké, okay. elvileg jók a terepviszonyok, úgyhogy így tudjuk húzni a vasutat. Között támogatás sajnálat, első utas szállító tápjó bába erdő, között egy éves támogatást kap az önkormányzattól. Köszönöm szépen, nem és akkor itt az olajkutakat megkerüljük, és akkor itt, hogy ne legyen a lakosságnak problémája, így húzzuk a vasutat, és akkor itt lesz a megállóhely. Sárpil is éjszak, és akkor utána még szabad is megcsináljuk. Hoppá, lerobbant a busz. Hát ez előfordul. Jó, és akkor itt van szabadszállás, rosszul húztam egy kicsit. Mert szálláson, hát itt egy ilyen kicsi állomás lesz. Szabadszállás, központ néven már létre is hoztuk. Azt mondja, hogy és akkor ez így fog menni. Ilyen picit érdekes. Jaj, de én nem tudok lerakni jelzőt. Aha, ez a vágány, az nem tudok jelzőt lerakni. Hát akkor ez nem így fog jönni. Mert jelzőt mindenképpen le kell rakni egy be- és kiárati jelzőt legalább, hanem akkor ez a vágány így jön szépen. Nagyon jó. Hát is, és tápió szerek között azért van távolság, úgyhogy hát kitérőt rakjak, ne rakjak. Hát egyelőre egy vonatot fogunk venni. Azt mondja, hogy be vannak rakva modok, valami jármű mod, úgyhogy keresünk csak mozdonyt. És akkor valami magyar mozdonyt kéne venni. Látjátok, van itt amerikai, német. De van itt mávak 126 Steam. Elég olcsó. 3 millió. Azt mondja 60. Jó lesz az. Tud menni 60-nal. És akkor veszünk kocsikat. Az pedig uh, wat, uh, Vegyek Vegyek román kocsikat? Nem, nem veszünk román kocsikat. Nem, nem, nem. A kedvencemet veszem. Ezt a BAAT típusú passenger car. Ebből veszünk hármat. És már el is indul a gőzmozdony. Szépen beállítjuk neki, amit a buszoknak. És akkor ez is már elindult. Nézzétek, ott megy a vonat. És még így is maradt 17 millió forintunk, úgyhogy még ezt tudjuk bővíteni is, amúgy ezt a hálózatot. Nézzük már meg, hogy van-e már utas. Van már utas amúgy, és itt a vonatnál is meg tudjuk nézni. Hát egyelőre üres, tehát még nem utazott senki se a vonaton, de majd, majd idővel minddel összejön. Jó, na nézzük akkor időközben, hogy a vélemény hogy áll, vagy is ilyen grafikonokat nézegessük. Működési nyereség. Ennyi! Ennyi, hát a bevételünk az egekbe tör. Hát ez egy ilyen, nem is tudom mi. Vállalat értéke. És a 10, millió forint a vállalat értéke már. Hát az jó. Hát mondjuk 20 milliót ráköltöttem. Agy, atya úri, 369 utas. Atya úristen, az, az nagyon sok. Itt, Vámos Mikolán, hát itt is 100, 107, meg 75 utas. Hát akkor buszt azt kell venni. Igen, lerobbangatnak a buszok, lehet hallani. Akkor még egy busz vettük, amely Vámos Mikolába megy. Ennyi tápjószelemek, szépen növekszik az önkormányzat, nagyon meg van elégedve. Nagyon jó az utas kínálat. Hát, köszönjük szépen. Nézzük most a vonaton. Második útra már van 23 utas. Na, hát ennyi! És amúgy még csak 1950 év vége következik, tehát egy év alatt már négy város be tudtunk csatlakoztatni a hálózatba. Ha ah, viszont nem tudom mit csinálni, hogy a buszok meg a vonatok lerobbannak, látjátok már, a vonat már lerobbant, Sárpilis éjszakon lerobbant a vonat. Ahogy át lehet nevezni a megálló helyeket, ha akarjuk, sőt én át is nevezem, én ezt a délt nem szeretem. A mávnál is úgy van, hogy izé, ha egy állomás, akkor a telepés. Tehát tápiószele, sárpilis, várdom, hivatalosan az a valós megálló és szabadszállás. De ez nem is, is a központba. Nem, rosszul van magyarosítva a játék. A bevételek viszont az egekben nőnek. Viszont itt meg egyre több utas van. Hát nézek már meg egy buszt, az biztos tele van. Közúti jármű 3, 31 utas és 12 utassal megy. Hoppá! Üzenet jármű, ugye új vasúti mozdony, te nem kérünk, köszönöm. Első állat szállító magyar ladányi farm és vasdobi gyár között. Nem érdekel a támogatás. Azt mondja, hogy sárpés. Hát ezt a régiót, ezt már egész jól összekötöttük. Itt jármű szempontból. Azon gondolkozom, de még egyelőre a második vonatot nem érdemes beindítani. Ilyen négy utas mellett. 26 naponta növekszik tápjószere, sárpilis, 105 naponta. Szabadszállás 143. Vámos Mikola 72. Na, hát haladunk! Vámos Mikolán is egyre több utas van. Akkor csináljunk most egy olyan járatot, hogy itt Vámos Mikolát kössük össze. Ö, szabadszállással. Jól látom, igen, szabadszállás. És akkor itt hozunk létre egy ilyen, hát ne, nem mondom, hogy körjáratot, támogatási hagyjatok már, olajszállítást. Na, veszünk megint egy, kettő, három darab buszt, és akkor ezeket is ráállítjuk valami járatra. Tápiószele központ, tápiószele, akkor Vámos Mikola. Vámos Mikola központ, és akkor szabadszáll. Szabadszállás, és akkor már mehet is. Közben vettem még egy busz valamiért. Mindegy, van még pénzünk. Itt ez egy olyan járat lenne, hogy tápiószele. Sárpilis. Sárpilis központ azt mondja, még egyszer sárpilis, szabadszállás, akkor a, nem érdeke, akkor a két vámos Mikola, mondom a két vámos Mikola, és akkor kész, és akkor a kilences busz is mehet, Közben azt írta hogy túl kevés az utasítás, majd lesz utasítás. Ez pedig Tápió Szele, Vámos Mikola, Szabadszállás járat, és akkor ez ilyen körjárat, és akkor, ha, és akkor a következő busz, ja, az is megkapta, hogy vámos mikor a központ, hát akkor szabadszállás, és akkor az úgy legyen körjárat, hogy az meg csak Sárpilisre megy, tessék. Na, nézzük a bevételt közben. Hát törünk felfele. Törünk felfele, a működési nyereség is dettóban jön felfele. Atya úristen, tápió szerint annyi ízé van, hogy ide vasútállomás kell majd építeni. Na, hát azt gondolom, hogy eljött az ideje a második vonatnak. Egy ugyanilyen vonatot azt mondja, hogy először csak mozdulj, és akkor vegyünk valami gonzos mozdonyt. Plavivoz. Jaj, nem a titó mozdony. Mávak 17. Veszünk egy Mávak 17-et, és akkor veszünk hozzá még ilyen BAAT kocsikat, és akkor ez is megy már, és akkor már két vonatunk van. Jó, csak ez majd még építeni kell egy kitérőt. Az igen, de jó fütyül. Jó kedved van, koma, he. És az hova érkezett? Tápió egyen, vagy kettőn áll. És akkor kéne valami kitérő, hogy itt tápiószele és szabad között ne kelljen sokat várakozniuk. Legyen akkor itt sárpilis után egy kitérő. Kitérőt amúgy nem olyan vészes építeni. Hát, hogy igazából... Ja, csak ott már az állomás van. Hát akkor az lesz, hogy ez bocsánat, ezt visszatörlöm. Így. És akkor ide egy alakjelző. Meg oda egy alakjelző. És akkor is sárpilisnél el tudják kerülni egymást. Ez befér? Hát, be fognak ott férni. Három kocsis vonattal és akkor a Mavstar ZRT is megkezdi a működését. Na, nézzük meg ezt a izét. Hogy muzsikál, és akkor utána elköszönök. Igen, azt megállították. Sárpilésen ott jön a vonat. Igen, beváltják, és pót jó. És a busz elmegy, és a vonat már megy is. <laughs> és lerobbant a vonat. Na mindegy, srácok, hát akkor ennyi lett volna. Az Open TTD SG Transport első része. Remélem tetszett ez a videó. Ha igen, akkor egy lájkkal és hozzászólással, valamint feliratkozással jelezhetitek nekem. Találkozunk a következő videóban. Addig is sziasztok!